Minden városban előfordulnak törött padok, a helyükről elmozdított szemetesek, kátyúk, közvilágítási hibák. Bosszantó, amikor ilyen dolgot lát az ember, és rögtön az fogalmazódik meg a fejében, hogyan és mennyire gyorsan lehetne ezeket a problémákat orvosolni, kinek kellene szólni. Csak nem 4 évvel ezelőtt született az ötlet, hogy egy olyan intelligens városüzemeltetési probléma bejelentő mobilapplikációt fejlesztenek ki Kazincbarcikán, melynek segítségével a felhasználók okos eszközeikkel könnyedén jelezni tudják, ha a városban valamilyen problémát fedeznek fel. A részleteket azonnal mutatjuk itt a Zoomban, maradjanak velünk! Kazincbarcika város önkormányzata a városi tulajdonban lévő Barcika Centrum Kft-t bízta meg a projekt kidolgozásával és megvalósításával. 2018. januárjában el is indult a modern, rendkívül könnyen kezelhető ColorUp, amely mára rengeteg hasznos funkcióval bővült. Nagyon sokan hallottak már róla, de nagyon sokan még nem. Akik esetleg nem hallottak róla, néhány mondatba foglaljuk össze, mi ez a ColorUp, ez az applikáció. Bizonyám, ahogy mondtad, nagyon sokan hallottak már róla, és épp azért tartom én is a kezemben a telefont, mert hogy már a Mikulás kocogás útvonalát néztem, hogy december 6-án már lehet jelentkezni, és lehet jönni majd a Mikulás kocogásra. Magának a ColorUp-nak a története 2017-re vezethető vissza, amikor is a város azon kezdett gondolkodni, hogy mindannyian tudjuk, hogy sokkal többet használjuk már a telefonunkat, akár naponta 10-szer, 20-szor, 100-szor is elővesszük, mert figyeljük az üzeneteket, különböző alkalmazásokat használunk, sokkal kevesebbet foglalkozunk már a számítógép előtt üléssel. Hogyha valami információra van szükségünk, akkor azonnal megnyomjuk a telefonunkat, már is keresünk az interneten, és azért többnyire meg is találjuk azokat hosszabb, rövidebb időn belül. Szóval 2017-ben kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hát bizony Kazincbarcikának is lehetne egy saját applikációja, mert hogy Kazincbarcika egy nagyon színes, folyamatosan dinamikusan fejlődő város, és megérdemelne egy ilyen alkalmazást, mert hogy rengeteg programunk van, rengeteg információnk van, és mivel maga a társadalom és a világ és a technikában halad előre, és rengeteg appot használunk nap mint nap, ezért talán könnyebben juthatnának információhoz a helyiek. Első körben városüzemeltetési applikációban gondolkodtunk, gyakorlatilag a városban felmerülő problémák, hibák, akár rongálások bejelentésére gondoltunk, hogy ezzel kezdünk el foglalkozni, és ezzel fog alapvetően az applikáció első körben ténykedni. És ezen is kezdtük el a fejlesztéseket. 2018. januárjában, amikor a lakosság is megismerhette magát az appot, akkor igazából egy ilyen probléma bejelentő modulja működött, azon túl, hogy a helyi híreket, akár a Color Line-ról, a Color 7-ből vagy a Color TV-ből átvett videókat is meg lehetett rajta jeleníteni. Kazincbarcikának egy olyan pontját választottuk az interjú elkészítéséhez, ami nagyon-nagyon jellemző Kazincbarcikára. Itt vagyunk a Csónakázó tónál, és hogyha azt mondom, hogy ColorUp városüzemeltetési applikáció, elsőre mi kellene, hogy eszébe jusson a városlakóknak, ha egyáltalán hallott erről az applikációról? A városüzemeltetési applikációval kapcsolatban leginkább a tájékozódás lehetősége, ami eszébe kell jusson a lakónak, illetve az őt közvetlenül érintő és a város üzemeltetésébe tartozó problémák, amikről bejelentést tehet és arról tájékoztathat minket. Az ingyenesen letölthető alkalmazás segítségével néhány gombnyomással üzenhetnek a felhasználók például, ha valahol balesetveszélyes utcabútort látnak, illegálisan leragott szemetet észlelnek, vagy bármilyen rendellenességet vesznek észre Kazincbarcikán. Az észlelt hibákat névvel, vagy akár név nélkül, fotóval bárki jelentheti a városüzemeltetés felé, amiről visszajelzést is kap. A jelzést rövid időn belül ellenőrzik a szakemberek, és a probléma megoldásában érintett szolgáltatót értesítik a hibáról. A végeredményről pedig tájékoztatást kap a bejelentő a mobil készülékére. Leggyakrabban a közvilágítást érintő problémák jelennek meg nálunk ebben az applikációban, de az úthibák, a település tisztaság és egyéb más akár ebekkel kapcsolatos bejelentések, vagy a zöld felületgazdálkodás, ezek mind megjelennek valamilyen formában bejelentéseknél. Például, ha egy megrongálódott villamos szekrényt látunk,
akkor lefotózzuk, az applikáció segítségével elküldjük a képet a hely címével vagy koordinátáival. Az észlelt hibáról értesítik a szakembereket, akik megjavítják vagy kicserélik a hibás berendezést. A folyamatról és a hiba elhárításáról visszajelzést kapunk. Nézzünk egy hétköznapi példát. Játszótéren történt rongálás. Bejelenthetjük az applikáción? Természetesen bejelenthető az applikáción, és ebben kérjük is a lakosok segítségét. Sok ilyen típusú bejelentést kapunk, hál' Istennek nagyon éberen használják a játszóteret itt Kazincbarcikán. Viszont kérjük azt is, hogy a helyszínek azonosíthatóak legyenek, nem mindig állnak rendelkezésre helyszínadatok, ezért a fényképek nagyon beszédesek, azoknak viszont segítenie kellene azt, hogy be tudjuk határolni, hogy hol található az adat probléma. Ügyintézők dolgoznak az applikáció másik oldalán, akik a feladatot a megfelelő szakemberek részére továbbítják, hogy a javítás megtörténhessen, ezért az ott szereplő üzeneteknek tárgyilagosnak és emberségesnek kell lennie. Az alkalmazás segítségével a közszolgáltatásokkal, köztisztasággal és közterületekkel összefüggő hibabejelentések, a balesetveszélyes helyek, megrongálódott utcabútorok, diszkivilágítás, parkolás, parkgondozás, szökőkutak vagy akár a járdák állapotának problémáit is be lehet jelenteni. Hamar népszerűvé vált az új rendszer, a felhasználók a legtöbb esetben a villamos hálózattal, a köz- és diszkivilágítással, hulladékkal, fargondozással, útkarbantartással, kóborállatokkal, rágcsálóirtással, csapadék- és belvízzel, valamint gyakran játszóterekkel, rongálásokkal, utcabútorokkal kapcsolatos problémákat jelentettek be. Heti rendszerességgel kapunk jelzéseket az önkormányzattól, mint társszervtől, és ők a Color App-on beérkező információkat megosztják velünk, legalábbis azokat, amelyek rendőrségi intézkedést igényelnek. Nagyon gyakran találkozunk motiválatlan közterületi rongálásokkal, illetve főleg hétvégi időszakokban az előző esti szórakozáshoz, bulihoz köthető nyomokkal, amikor gyakran állampolgárok úgy vezetik le a fölös energiájukat, hogy megrongálnak közterületi tárgyakat. Éves szinten nagyjából mondhatom, hogy 120-130 közterületen elkövetett bűncselekménnyel dolgozunk, és ezeknek nagy része garázdaság, illetve rongálás. Azt látjuk, hogy egy-egy területen megszaporodnak a kisebb súlyú, akár kisebb súlyú rongálások, akkor azt a szolgálatszervezés, illetve a járőr kollégák eligazítása során abszolút beépítjük a napi munkába, és ekket úgymond frekventált területekké nyilvánítjuk, gyakrabban járőrözünk ott, és így próbáljuk megelőzni a további jogsértéseket, illetve tetten érni az esetleges elkövetőket, amelyekre egyébként szintén akad példa. A Color applikáció tekintetében világítjuk meg a városi rendészetnek a feladatait, akkor milyen jellegű bejelentésekkel élhetnek a városlakók, milyen jellegű problémák tartoznak a rendészethez belváros szempontjából? Ugye a bejelentések tekintetében egy nagyon jó dolog a Color applikáció, hiszen bárki okostelefonra föl tudja telepíteni, amit én egyébként ajánlok is mindenkinek, és bármilyen problémát, amit tapasztal, ami nem tetszik, legyen az rongálás, legyen az parkolási probléma, legyen egy szemetelés, egy kóborkutya, egy illegális hulladéklerakás, egy pad megrongálódása, játszótéri eszközök megrongálódása, ezeket mind-mind, vagy akár a közvilágítás is ide sorolhatnám, ezeket mind-mind kettő pillanat alatt be tudja jelenteni. Ezek a bejelentések befutnak központba, és ott nyilván ezt szelektálják, hogy kire tartozik például a városüzemeltetési gondok, a Barcika parkra, vagy éppen a rendészetre. A rendészet tekintetében az összes olyan problémát megkapjuk egy napon belül, amik egyébként a mi hatáskörünkbe tartoznak. Nyilván itt a legnagyobb gond a belváros tekintetét, hogyha figyelembe vesszük, a parkolás. Ezek vagy elmúlnak ezek a problémák, vagy pedig tudjuk kezelni. Abban az esetben, hogyha nem a Color applikáció, hanem mondjuk a rendészetügyeletes telefonránya érkeznek ezek a bejelentések, akkor nyilván a kollégáim, hiszen a járőröknél van ez a készülék, a kollégáim azonnal tudnak reagálni erre a gondra. Előfordulnak főképpen olyan esetekben, amikor valamilyen rendezvény van,
vagy éppen valaki a kelleténél több alkoholt fogyaszt, és akkor az erőnléti állapot olyan szintre kerül, hogy kint a közterületen mondjuk felborogatnak utcai hulladékgyűjtőket, mert hogy ők erősebbek, mint az, összetörnek utcabútorokat éppen, mert hogy az nem tetszik, hogy ott van. Ilyen esetben is intézkednek a kollégáim. Értelemszerűen, hogyha mondjuk egy ilyen esetben tettenérés van, és volt már ilyen, akkor természetesen ebből rendőrségi eljárás lesz. Egy részről garázdaság miatt, tehát maga a rongálás, ami megvalósul, ott történik egy károkozás, ezt majd meg kell térítenie annak, aki ezt megrongálta, illetve garázdaság miatt lesz majd ellene eljárás. A beszélgetésünk kapcsán említésre került Kazincbarcika város önkormányzata, valamint a városi rendészet, illetve a kazincbarcikai rendőrkapitányság. Ennek a hármasnak a fúziója mennyire jó, mennyire elengedhetetlen, hogy ez a három szerv, hogy ez a három egység együtt közösen dolgozzon az ügyben? Talán mondhatom, hogy az önkormányzat, illetve azon belül a rendészet stratégiai partnerünk, és azt gondolom, hogy nem csak én gondolom így, hanem a partnereink is. Tényleg napi szinten dolgozunk együtt a rendész kollégákkal, és így hívom őket, hogy rendész kollégák, napi szinten látnak el közös szolgálatot a járőreink, ezt a városlakók is tapasztalhatják. Nyári időszakban sokszor gyalogosan látnak el szolgálatot a belvárosban, és gépkocsizó járőr szolgálatban is segítjük egymás munkáját. Tehát tényleg szimbiózisban próbálunk tenni a város közbiztonságáért. Az önkormányzatban pedig tényleg olyan partnerre találtunk, ami mindenben segíti a törekvéseinket, nem csak erkölcsileg, hanem alkalmanként anyagilag is támogatnak minket. Ha elmondhatom, hogy itt a mögöttünk álló rendőrautót nagyjából egy éve vettük át az önkormányzat adománya, ez gyakorlatilag ezzel is segítve a munkánkat, terepjáró autó lévén a külterületekre való eljutás nagyban megkönnyíti. 2018-tól napjainkig csaknem 4000 bejelentés érkezett az applikáción keresztül, iOS rendszerre közel 1000-en, androidos készülékekre pedig több mint 5000-en töltötték le a ColorUp-ot. Talán azt a legfontosabb kiemelni, hogy a ColorUp-on tett bejelentések minden esetben gyorsítanak minden feladatellátást. Van mellettünk egy játszótér. Ha játszótéren meghibásodik egy játszóeszköz, bár ki van rakva az információs tábla, hogy a Barcika Parkhoz lehet bejelenteni a kazincbarcikai játszótereken történő rongálásokat, meghibásodásokat, mégis sok esetben gyorsabb az, hogyha a ColorUp-on egy fotót lövök arról, hogy mi a hiba, és már az applikáción keresztül fel is töltöm. Ugyanilyen hibát tudok jelezni, hogyha mondjuk egy szegélykő hiányzik valahol, vagy balesetveszélyes egy lépcső, és azt is be tudom jelenteni. Persze van olyan lépcső, ami nem az önkormányzat tulajdona, viszont ilyen esetekben az önkormányzat rögtön tudja továbbítani az illetékesnek, és hamarabb történik meg a feladat elvégzése. A legfontosabb azt kiemelni, hogy ahelyett, hogy mérgelődünk egy-egy dolog miatt, sokkal jobb az a lelkünknek is, én is jobban érzem magam, hogy nem a kollégáinak közvetlenül szólítgatom meg, hogy kinek mi a feladata, és akkor annak megfelelően mondom neki, hogy jelzem neki, hogy hol volt a probléma, hanem ColorUp-on bejelentem, egy csatornán elindul, látja osztályvezető úr, látja utána az ügyintéző, kikerül vagy a Barcika Parkhoz, vagy ahogy mondtam, egy másik céghez, amely céget utólag még számon tudjuk kérni, hogy elvégeztem már, vagy nem. És amit szintén fontos megjegyezni, hogy a ColorUp-on keresztül a kollégáink visszajelzést is adnak a bejelentőnek. Helyi rendeletben foglaltak szerint a magán ingatlanok tekintetében és a hozzájuk tartozó területeken a tulajdonosoknak bizonyos kötelezettségei vannak. Kazincbarcikán a zöld felület karbantartást, a játszóterek üzemeltetését, a közterületek tisztán tartását, az utcabútorok karbantartását, a forgalom technikai feladatokat, a szökőkutak üzemben tartását, vagy a téli síktalanítást a Barcika Park Nonprofit Kft. Végzi el. Fontos tudni, hogy ezen munkálatok kizárólag a közterületekre vonatkoznak. Számtalan olyan bejelentés érkezik az applikáción, ami, ahogyan mondta, a önkormányzatnak elvégzendő feladata, és nagyon sok olyan, ahol az önkormányzatnak nincsen illetékessége. Egyik legfontosabb például a közvilágítás. Közvilágítási hiba bejelentésre van lehetőség a ColorUp-on keresztül, és itt sokan keverik azzal, hogy az EMAS-hoz tartozik vagy sem. Nos, ez önkormányzati feladat, viszont az önkormányzat szerződésben áll a közvél ZRT-vel, ahova közvetlenül is be lehet jelenteni az ilyen jellegű hibákat, viszont az applikáció segítséget nyújt, hiszen leegyszerűsíti, mert rögtön bejelenti a városlakó, és utána az önkormányzat megfelelő személye továbbítja a hibát.
Nagyon sokszor bejelentik például, hogy nincs a falevél összeseperve a ház előtt, a ház és az út között. Nos, az például nem az önkormányzatnak a feladata, hiszen rendelet szól arról, hogy az útig a családi házban élőknek, tehát nem csak a kerítésig, hanem közvetlenül az útig, karban kell tartaniuk a zöld felületet. De nem csak a zöld felületet, hanem adott esetben a járdát is. Természetesen nem arról van szó, hogy térkövezni kell, hiszen ez önkormányzati tulajdon, hanem mondjuk a téli síktalanításkor az adott házban élőnek a kötelessége az, hogy a járdát síkosságmentesen tartsa, mert hogyha ott például balesetet szenved valaki, akkor ott nem az önkormányzatnak lesz felelőssége, hanem sajnos az adott családi házban élőnek. A bejelentések lehetősége az nagyon széles körű. Ami leggyakrabban olyan típusú bejelentés, ami nem hozzánk tartozik, és igazából csak növeli az ügyintézési időt, ez például a 26-os főúttal kapcsolatos bejelentések, akár kátyú, akár forgalomszabályozási kérdések, a társasházak hatáskörébe tartozó ügyek, ahol egyébként a lakóközösségnek kell első körben lépéseket tennie, valamint a közös tulajdonú garázssoroknál is az önkormányzat beavatkozási lehetőségei nagyon korlátozottak, vagy nincsenek. Talán ki lehet-e jelenteni más városok szempontjából, hogy ez egy jó példa, vagy akár egy példaértékű kezdeményezés itt Kazincbarcikán, hiszen az önkormányzat, a városi rendészet, a rendőrség, vagy akár a Barcika Park szoros fúzióban vannak, akár nélkülük talán ki is lehet jelenteni, hogy a ColorUp applikáció talán nem is működne. Hát épp úgy, ahogy egy város gyakorlatilag nem működik ezen intézmények, szervezetek, rendvédelmi szervek nélkül, ugye ez az applikáció sem működhetett, úgyhogy már 2017-ben is előtte is történtek egyeztetések ezekkel a cégekkel, intézményekkel, szervezetekkel, szervekkel, hogy hogyan tudunk úgy közösen együtt dolgozni, hogy a városlakó időben kapjon visszajelzést, a számára érdemi reakció legyen. Nyilván az önkormányzat részéről volt meg a kezdeményezés és a kapcsolatfelvétel, de hála Istennek azt mondhatom, hogy Kazincbarcikán a városvezetésnek és az önkormányzatnak minden kapcsolódó, akár civil szervezettel, intézménnyel, szervezetekkel, szervekkel jó a kapcsolata, és én azt gondolom, mindenki partner volt már az elejétől kezdve, hogy ezt közösen tudjuk működtetni. Mindenkinek az érdeke az, hogy egyébként megismerjük, hogy a város egyes területein mik a problémák, és nem létezik akkora intézményi vagy céges rendszer, amivel egy ekkora városban mindig, mindenhol mindenki ott lehet és mindenféle problémát, gondot észlelhet, ha a városüzemeltetési modulról beszélünk. De egyébként volt már olyan, hogy az applikációban dicséretet küldtek be, úgyhogy szerintem ezt is ki lehet emelni, hogy egyébként megköszöntik a városlakók, hogy egy adott problémát akár a Barcika Park, akár a rendőrség, akár az önkormányzati rendészet, akár az óvodák, vagy bárki más megoldott, úgyhogy nagyon sok ilyen visszajelzést is kapunk, és ezt meg is köszönjük, hogyha ha kapunk ilyet, de ez az összefogás és ez a közös munka nagyon fontos ahhoz, hogy ez az applikáció immáron harmadik éve tud kitűnően működni. A ColorUp fejlesztése folyamatos, hiszen a fejlesztők szerették volna, ha a lakosság nem csak városüzemeltetési feladatokban nyújthatna segítséget, hanem egy felületen értesülhetnének minden őket érintő információról, hírről. Az alkalmazáson keresztül olvashatók a Colorline legfontosabb hírei, közleményei és a városi programok is megtalálhatók. Azok, akik letöltik vagy használják az applikációt, milyen más egyéb információkat találhatnak meg ezen a városüzemeltetési felületen? Ugye beszéltünk arról, hogy az aktuális információkat minél hamarabb igyekszünk átadni, ami valamilyen bekövetkezett eseményhez kapcsolódik, de az előre látható események és a hírek is megjelennek az applikációban, tehát tájékozódhatnak a városi élet történéseiről, valamint a rendezvényekhez kapcsolódóan is számos információ itt található meg. Amit az elmúlt percekben említettünk, illetve beszéltünk, ez egy kisebb szelete magának az applikációnak. Ezen felül miért érdemes még letölteni, illetve használni magát az applikációt? Hát, ahogy említettem, ugye az elő például a programoknak a megtekintésére, mert most ugye nyilván a koronavírus járvány felülírja a zárt téri programjainkat Kazincbarcikán, és ezért csak szabadtéren döntött úgy a város egyébként egyedülálló módon az országban, hogy
hogy igazából nem tartunk nagy létszámú beltéri rendezvényeket, de például a programokat meg lehetett tekinteni, akár hogyha csak a nyárra visszagondol a stáb vagy a kedves televízió nézők, vagy a Color Festival Light programjait, vagy éppen a Color Futás útvonalát innen lehetett letölteni. Ami viszont nem csak alkalmi jellegű, hanem akár mindennapos lehet, ezek a abszolút a várossal kapcsolatos hírek, közlemények, információk. Gondolok arra, hogy most is, amikor egyébként a koronavírus járvány sajnos negyedik hullámában még mindig felszálló ágban van a városban, ha programok zárt térben nincsenek is, csak néhány szabadtéri, a városfejlesztési projektek ugyanúgy haladnak tovább, épül például az Attila út környékén a körforgalom, és a közlekedési információk napra készen szerepelnek az applikációban. Tehát nem csak a colorline.hu hírportálon lehet megtekinteni, hanem az applikáció akár push üzenetként, tehát egy hirtelen felugró értesítésként is információt ad a városlakóknak, közlekedőknek arról, hogy éppen aktuálisan milyen forgalmi rendváltozások, vagy éppen milyen baleset történik, ne talántán sajnálatos módon a városban, akkor lehet látni, hogy ne menjek ma a Mátyás Király út felé délután 15 és 17 óra között, mert éppen egy baleset történt, vagy éppen egy rendszerkarbantartás történik, előre fel lehet készülni, és az applikáció, hogyha beállítjuk, hogy az értesítések pittyeghetnek a telefonunkon, akkor még egyszer mondom, hogy úgynevezett push üzenetet dob fel, és azonnal, ha megnyitjuk, akkor látjuk az aktuális információkat. Ráadásul mindenféle egyéb modul is szerepel benne, amik fontos közérdekű információk. Gondolok itt például arra, hogy megtaláljuk az egészségügyi intézmények nyitva tartását, a gyógyszertárak aktuális ügyeleti rendjét, a házi orvosok, gyermekházi orvosok, fogorvosok ügyeleti rendjét, vagy az orvosi ügyelet elérhetőségeit, a rendészet telefonszámát, a polgármesteri hivatalnak az elérhetőségeit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan applikáció, amin folyamatosan dolgozunk, hogy fejlődjön és szélesebb modulokkal rendelkezzen, minél szélesebb körű információt tudjunk megadni a lakosságnak, és minél napra készebbek legyünk. Úgyhogy mindenképpen érdemes letölteni. Az applikáción keresztül városfejlesztési javaslatok is érkeztek a rendszerbe. Az elmúlt időszakban több ezer probléma oldódott meg a lakossági bejelentéseknek köszönhetően, hiszen a Colorappon keresztül közvetlenül azokhoz az illetékesekhez jutott el a panasz, akik megoldhatják azt. Hogyha valaki a Colorappon tesz egy bejelentést, vagy tesz egy javaslatot, hogy mit kellene fejleszteni, hogyan kellene valamit megvalósítani, akkor arra fog kapni valamilyen jellegű visszajelzést. Az igaz, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy a sípályát újra kellene nyitni, és mondjuk erről lő egy fotót, akkor nem biztos, hogy azonnal választ fog kapni, hiszen el kell gondolkodni azon, milyen lehetőségek vannak, vannak-e turisztikai pályázatok, van-e infrastruktúra fejlesztési pályázat, mi az, amit igénybe lehetne venni, és egyáltalán van-e kereslet arra, hogy mondjuk az Nyugat-Balatonon egy sípályát üzemeltessünk. De mondjuk egy egyszerűbb bejelentés kapcsán, hogyha valaki azt mondja, hogy mint egy fejlesztési javaslatot, hogy nagyon sokan járnak gyalogosok, és ezért ezt az útszakaszt le kellene már aszfaltozni, térkövezni és a járdát megjavítani, akkor, vagy egy új járdát építeni, bocsánat, mert hogy az a fejlesztés, akkor arra sokkal hamarabb kaphat választ, hogy igen, mi is ezt javasoljuk, megvizsgáltuk a helyzetet és egyetértünk, vagy adott esetben egyeztettünk az illetékes önkormányzati területért felelős önkormányzati képviselővel, aki a lakókkal egyeztetve és megvizsgálva a helyzetet, közösen a kollégáinkkal arra döntése jutott, hogy igen vagy nem. Nem mindent tudunk azonnal válaszolni, mert mondom, mindent mérlegelni kell. A városnak vannak olyan feladatai, amire könnyebben tud forrást biztosítani, és vannak olyan feladatai, amire nehezebben. Mi általában abban vagyunk érdekeltek, hogy a fejlesztéseinket úgy végezzük el, hogy a működtetés költségei csökkenjenek. A Colorapp sikerének köszönhetően az applikáción keresztül folyamatosan érkeznek városfejlesztési javaslatok is. A városlakók több esetben is közvetlen visszajelzést küldtek az applikáción keresztül az üzemeltetők felé, amik kivétel nélkül pozitívak voltak. A felhasználók örülnek a kommunikációs csatornának, mivel könnyen, gyorsan használható és visszajelzést kapnak az adott bejelentésről. Az elmúlt időszakban több ezer probléma oldódott meg a lakossági bejelentésről, köszönhetően, hiszen a Colorappon keresztül közvetlenül azokhoz az illetékesekhez jutott el a panasz, akik megoldhatják azt. Töltsék le, és próbálják ki bátran a Colorappot.